A helyes táplálkozással, a megelőzéssel és a gyógyszerek helyes használatával kapcsolatos kérdések voltak a leggyakoribbak a zombori tanácskozáson. Engem, ami érdekelt legjobban, Samu János előadása volt, mivel ő direktbe érint engem, és én őt egy paciense vagyok. Nagyon meg vagyok elégedve, ezt nagyon jól szervezték, kellene ilyen találkákat többször is szervezni. Dr. Péter János, gyermekszakorvos, a D-vitamin rendszeres bevitelének hiányáról, valamint a változatos étrend fontosságáról beszélt. 30%-a az iskolás gyerekeknek látható nyoma van a D-vitamin hiánynak. Nyugaton 100 gyerekre egy vagy kettő jön, amikor ebben a korban. A rendszeres fogápolás jelentőségét és a prevenció fontosságát hangsúlyozta a helyi gyermekfogorvos. A csecsemőkorúaktól nézzük át a kisbabákat, tehát az első fog 6. hónapban jelentkezik, 26 éves korig járnak hozzánk a gyerekek, tehát ameddig iskolás egyetemista nálunk javíthat, megvizsgáltathat fogat, úgyhogy, és minden ingyenes eddig, vagyis az idén kezdett ingyenes lenni, eddig 18 éves korig volt ingyenes. Rajtuk kívül még Úri Emese általános orvos a cukorbetegségről, Samu János neurológus az agyvérzésről, Friedrich Zsuzsanna a gyógyszerellátási problémákról, valamint Karher Károly a lelki betegségekről informálta az egybegyűlteket. A szervezők szerint a nyugatbácskai területen kiemelten fontos a magyar nyelvű tájékoztatás. Az orvosok nagyon nyitottak erre, ők szeretnék, önik az a jó, ha nincs páciensük, és ez pont a megelőzésről szólt, úgyhogy a mi oldalunkra nyitottak vagyunk az orvosok is azok, úgyhogy ha lesz érdeklődés, megint meg tudjuk szervezni. Valamennyi nyugatbácskai településre szeretnék eljuttatni a magyar szakorvosokat a közeljövőben. Leghamarabb Gomboson és Doroszlón tartanak hasonló előadást.